Williams Televízió. A maglódi suliban az elavult számítógépeket 48 használt laptopra cserélték. A 1,5 milliós támogatási összegbe egy szerver is beletartozik. Elindultunk egy pályázaton, és ennek a pályázatnak a keretében kaptunk korszerűnek mondható, bár használt laptopokat. Összesen 48 darab laptopot és egy szervert nyertünk a pályázaton. Ezeknek a forgalmi értéke meghaladja a 1,5 millió forintot. Nagyon fontos volt számunkra ez a lehetőség és ez a pályázat, hiszen iskolánkban nagyon sok tanuló van, és az informatika oktatáshoz használt eszközparkunk viszont rettenetesen elavult. Operációs rendszerek, XP operációs rendszer futnak a meglévő gépeinken, úgyhogy úgy pályáztunk, hogy ezeket a laptopokat két informatika terembe helyezzük el, 15-15 darabot, illetve az egyes három tanterembe a tanórákat támogatandó tudunk elhelyezni 6-6 darab laptopot, ezeket a tanulók használják és segíti őket a tanulásban, illetve a pedagógusokat az oktatásban. Az ötletgazda informatikus a maglódi suliba járt, azóta is a városban lakik, ezért is tartotta fontosnak, hogy a helyi infrastruktúrát javítsák. Itt lakom már születésem óta Maglódon, és itt is végeztem az iskolában, így hát természetesnek tűnt, hogy amikor adódott egy ilyen lehetőség, hogy a munkáltatóm ad laptopokat, lehet rájuk pályázni, akkor benevezem az iskolánkat, és ennek a sikeres pályázatnak az eredménye lett ez a 48 laptop és az egy darab szerver. Ezek 5-7 éves laptopok, és jellemzően ilyen ipari használatra lettek tervezve, úgyhogy ezek még bőven jó pár éves használatba vételnek eleget kell, hogy tegyenek. Nálunk egyszerűen azért lettek leselejtezve, mert újabb laptopok jöttek, korszerűbbek, SSD-sek, de a mostani iskolai infrastruktúrát ezek is nagy mértékben meg fogják javítani. William.